Sziasztok! Spamből kezdve itt egy újabb like, oh, oh. rész. A mai elképesztő részben elértük a 201. vicces Minecraft baokat, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, srácok, hogy idáig támogattátok ezt a sorozatot, idáig néztétek ezt a sorozatot, és idáig elhúztuk együtt ezt a sorozatot, ugyanis a 200 részen túl is, ahogy megígértem, még mindig van vicces Minecraft baok rész, és még egy darabig biztos, hogy lesz is, az elkövetkezendő egy-néhány hétre még biztosan vannak bágjaim, viszont egy nagyon sajnálatos és, és szomorú tény, uh, szintén amit közölöm kell itt a videó elején, hogy amint láthatjátok, um, hát körülbelül meg se tudom nektek mondani, ez hanyadik rész, mert nem írja ki. Uh, uh, hát körülbelül egy olyan bő 55 résznyi bagot el is veszítettem sajnos, mert uh, a map valamiért elveszett, megint fogalmam nincs, úgy látszik, hogy ez velem állandóan megtörténik, hogy mindig elveszítem, úgyhogy gyakorlatilag megint uh, újra kellett úgymond kezdenem a mapot idézőjelek között, de nagyon kalandos volt, mert közben megtaláltam a régi mapot, ahol meg ezt elkezdtem. Tehát uh, gyakorlatilag ez a 200. Uh, rész, ami itt ezt uh, megelőzte, az már csak videón van meg, tehát hogyha valaki akarja, akkor megépítgeti újra az összeset egy ilyen sivatagos részben, de hogyha nem, akkor egy olyan map, amit letölthetnétek, az sajnos uh, nincs, tehát innentől kezdve, amiben az összes rész egybe megvan, az, az, nem létezik. Úgyhogy nagyon sajnálom azoknak, akik esetleg le akarnák tölteni, és, és nagyon régóta követik magát a sorozatot, sajnos nem fogják tudni ezt megtenni, mondom kivéve, hogy nem építik meg maguknak a videók alapján a szerkezeteket. Na de lássuk is, hogy mivel készültem nektek, mivel már eléggé eldumáltam az időt, és, mint tudjátok, ez a sorozat nem arról szól, hogy mennyit tudok dumálni, hanem arról, hogy törekedjünk minél inkább a bagok tényszerű bemutatására. Na már most láthatjátok az új szereplőnket, az Endrudat vagy magyarosabban a vég rudat, ami ebben a kis videóban segíteni fog nekünk. Különlegessége az, hogy csak a nedörben lehet megtalálni, ugyanúgy, ahogy a körülötte levő kerítést is gondoltam, hogy akkor már passzoljon, hogyha valamit a nedörből hozunk. És amit itt láthattok, az nem lesz más, mint hogy ledobálok egy csomó creepert, gyorsan bekötöm Hopp, igen, ö, már meg van határozva ebben a Minecraft frissítésben, hogy hány ö, creeper vagy hány mob tartózkodhat egy helyen, úgyhogy egy idő után meghalnak. Na de, lássuk, hogy mi is történik itt. Hát nem más történik itt, mint hogy szépen a rúd átmegy a creeperökön, átszúrja őket és rohadtul uh, nem foglalkoznak vele. A creepörök nem sebződnek, ám bár mivel be vannak szorítva az egyszer egyes helyre, ezért uh, nem tudnak. Onnan kiszabadulni. Szerintem ez egy uh, gyönyörű kezdet lehet, hogyha még azt is megnézitek, hogy itt, itt hátul is villog, uh, akkor még az egy plusz információ lehet, amit majd egy. Sokkal későbbi uh, bug részben ki fogok fejteni és meg fogjátok látni, hogy uh, mire gondoltam. Annyit elárulok, hogy pókháló jó, tehát ennyi, ennyit kell tudnatok. Na, uh, úgyhogy igazából ennek a, a résznek uh, ez a fontos bugja, uh, amit itt láthattok, hogy hogy az Andrew az gyakorlatilag át tudja szúrni a creeperöket és rohadtul nem érdekli... Uh, az end rudat, hogy a, a creeperök. itt vannak, a creepöröket meg az rohat, nem érdekli, hogy átszúrják éppen őket. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is, hogyha bármilyen bagatetetek van, akkor azt nagyon szívesen veszem. Küldhetitek a Facebook oldalamra, vagy e mailben vagy akár ide lentre a kommentek közé, és beírhatjátok a lényeg, srácok, hogy érthető legyen, és ne 627 értelmű, hanem egy értelmű legyen. Jó, köszönöm szépen. Na, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek ezt a részt, és a következő részben pedig találkozunk. Sziasztok!